Mikulás nap alkalmából szórakoztató bábelőadásra invitálta településünk gyermekeit a Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zicsi Géza tagiskolája december 5-én az intézmény aulájába. Az idejáró diákokat a debreceni Kölyök Zsinór báb csapata örvendeztette meg egy interaktív előadással, melynek berkeiben a karácsony körüli hiedelem mondával, vagyis Jézus Krisztus születésének történetével ismerkedhettek meg a tetétleni fiatalok. Sziasztok, gyerekek! Sziasztok, gyerekek! Nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntünk benneteket. Mi vagyunk a Kölyök Zsinór bábcsoport, Debrecenből, a Palánt Alapítványtól jöttünk hozzátok, de szerintem nem először találkoztunk már. Ki az, aki látott már bábelőadást tőlük? Hadd lássam a kezet. Ó, nagyon sok kezet látok. Örülünk nektek. Nagyon örülünk az óvodásoknak is, hogy veletek is találkozhatunk, és mindenkinek. És többször is voltunk már, és mindig valamilyen ünnep közeledett, amikor jöttünk hozzátok, és most sincs ez másként, mert december végén egy nagyon nagyszerű ünnep fog közeledni, amit szerintem nagyon sokan szeretünk. Melyik ünnepre gondoltam, kitaláljátok-e? Hát ti tudtok olvasni a gondolataimban, nézzenek oda, nagyon ügyesek voltak, így van, a karácsonyra gondoltam, és az lenne a kérdésem, hogy szeretitek a karácsonyt? Mi az, amit a legjobban szerettek a karácsonyban? Na, ki az, aki nekem meg tudnám mondani, hogy amit a legjobban szeret a karácsonyban? Te mit szeretsz a legjobban? Legyünk egy kicsit csendben, és akkor hallani fogom, igen? A szeretetet, így is mondják a karácsonyt, hogy a szeretetnek az ünnepe. Jó dolog a szeretet? Igen! Jó dolog, amikor szeretnek minket? Igen! Ugye jó dolog, és jó dolog másokat szeretni? Ez nagyon jó dolog, és milyen jó az, amikor nem csak karácsonykor tudunk szeretni, hanem az év minden egyes napján. De a karácsony az különösen tényleg hangsúlyosan a szeretetről szól, olyankor jó egy kicsit megpihenni, félretenni a gondokat, a problémákat, és egymásra figyelni. Aztán mi az, amit még a legjobban szerettek a karácsonyban? Te mit szeretsz a legjobban? A család. Így van, mert tudjátok, évközben sokat kell menni dolgozni anyának, apának, lehet, hogy kevés idő van, hogy mikor apa is otthon lehet, és karácsonykor mindenki azért egy kicsit mégiscsak otthon tud lenni, van idő beszélgetni, együtt lenni, játszani, nagyon nagyszerű dolog lehet ez is. Aztán mi az, amit még a legjobban szerettek a karácsonyban? De ott hátul? Édesség? Az édességet, aha, nagyon jó az édesség is, gyerekek különösen szeretik. Igen. Az ajándék. Azt hittem, ez lesz a legelső. Így van. Az ajándék is nagyon jó dolog. Szerettek ajándékot kapni? És ki az közületek, aki szokott adni is ajándékot? De közületek, ti szoktatok adni ajándékot? Jézus születését. Így van. Az Úr Jézusnak a születését ünnepeljük karácsonykor. Majd a bátrabbén is szólasz erről egy kicsit részletesebben is. Egy ilyen különleges előadással készültünk nektek. De még előtte lesz valami. Még egy kérdésem mégiscsak lenne. Szerettek énekelni? Sziasztok! Arra kérek mindenkit, hogy álljátok fel. És akkor az elején mutatom én, és utána mutassátok utánam, jó? Szord-szord a fényt, szord-szord a fényt, a szeretet ünnepén, egy karácsony fel, látjátok? A szeretet ünnepén, hallja hát meg, minden szív, az Isten üzenetét. És figyeljetek már most a refrény. Hinni kell, bízni kell, bízni kell, a szeretet Istene, reményteljes jövőt készített el, a megváltó Jézus, karácsonykor a szeretetét hozta el. Szeretetét hozta
éhesek vagytok, most próbáljuk meg együtt zenére, jó? Az ujjaim. Alig tudtam összeszedni a tűzifát, ami estére kell. Bizony, itt a tél. Egész héten esett a hó itt a hegyekben, de úgy láttam a tévében, hogy az egész országban havazik. Nekem ez elég nehéz, mert lapátolni kell a havat, hogy kijussak a házból. Persze, ezt ti gyerekek nem nagyon tudjátok. Bizony az én kis unokám sokat lapátolja a havat, mert ha ide jön ebédre, mindig segít nekem. Gyümölcsöt szed, gerebjézi a lombót, ilyenkor télen havat lapátol. Na, sokat beszélek, gyorsan befűtök ide a kemencébe, hogy meleg legyen az egész házban, mert ez fűti a szobát is a túloldalon. Bizony, jó találmány ez a kemence, én nagyon szeretem. Meg Tomi is a kis unokán. Csak elnyúlik a kemence patkány és olvas. Vagy tanul. Mikor, mihez van kedve? Na, most már jó meleg lesz itthon. Jöhet Tomi és Réka. Meghívtam a másik unokámat is, Rékát, a Tomi unokatestvérét. Egy kicsit tanítom hímezgetni, ezek a mai lányok már nem is tudják, milyen jó dolog együtt hímezgetni. Még hímezni sem tudnak, de most sütök egy kis sütit, amíg megjönnek. Hiszen így karácsony közelettével úgyis annyira kelendő a sütemény, mindjárt begyúrom a tésztát. Itt a tál, a liszt, tojás. De hol lehet ez a Tomi? Már itt kéne lennie. Aggódom érte. Átjönni a havas erdőn nem beszéltelen. Mostanában mutatkoznak farkasok az erdőben. Mi lehet vele? Ebben a hóban eléggé nehezen tudok menni. Azt hittem, hamarabb ott leszek a nagyinál, hogyha átvágom az erdőn keresztül. Most már mindegy, de annyira nem látom a terepet. Mindent befed a hó. Pedig ismerem a környéket, mégsem tudom, mi van a hó alatt. Most már aztán szaporában kell lépkednem, mert hamar sötétedik. Jaj, de mély a hó. Na, és egyre nagyobb, jaj! Jaj, egy verem!
farkas erem, és nem láttam. Csak nehogy erre járjon egy farkas, hiszen azért van itt ez a verem, mert erre szoktak ózalogni. Segítség! Segítség! Valaki csak jön erre. Segítség! Itt vagyok a veremben! Valaki! Jöjjön, húzzon ki! Mi lesz már? Igen, a nagypapa szokta mondani, a nehéz helyzetekben nem sírni kell, hanem imádkozni. Na, ez egy nehéz helyzet. Azt is szokta mondani a nagypapa, hogy konkrétan kérjék, egész pontosan. Isten akkor tudja csak, hogy mit akarok igazán. Akkor felkiáltok Istenhez. Istenem, segíts! Nehogy erre jöjjön egy farkas, és kérlek, jöjjön valaki, aki ki tud húzni ebből a gödörből. Hát azt hiszem, ez elég fontos volt. Akkor most várok, és kiabálok. Oh, itt vagyok! Segítség! Ember a veremben! Látom, valaki a verembe esett. Milyen jó, hogy nem velem esett ez eset. De nekem ez nem nagy baleset, hiszen a verem fogott balekot helyettem. Nekem már nem is kell igyekeznem. Segítség! Jaj, ember a verembe! Itt vagyok! Segítség! Mintha valami mozgást hallanék. Remélem nem farkas. De ez úgy hangzik, mint a farkas morgás lenne. Most mi lesz? Én kértem Istent, hogy kerüljön el a farkas. Biztos lesz valami megoldás. Ahó, itt vagyok! Ember a veremben! Na, kiállt a lelkem, s hangoskodik. Még majd mindenkit fellármázik. Nem kellene tovább szónokolni, netán a vadász e vidékre hívni. Jobb a csendes halad békességben, mindenki osztja e véleményem. Azt hiszem. Igen, ez egy sasvadár. Ez nagyon jó, mert a farkas nem szereti a sast. Jaj! Sas veszély, az nekem nem jó. Ez farkas kalandot zavaró. Az éhes sas az mindig támad. Nem viszem vására a bundámat. Akkor inkább odébb állok szépen, elegánsan. Majd visszanézek egy csendesebb órában. Az interaktív előadást követően az intézménybe látogatott a Mikulás is, aki az apróságok örömére Mikulás csomagot osztott ki az iskola és óvoda minden gyermekének.
Az interaktív előadást követően az intézménybe látogatott a Mikulás is, aki az apróságok örömére Mikulás csomagot osztott ki az iskola és óvoda minden gyermekének.